Gyártya ménut telege, a még egyszer ott járok, a rózsámra találok. A Görgény Üvegcsőri iskola
Ez az épület, amiben most állunk, 1963-ban lett felavatva. Jelenleg nem önálló jogi személyiségként működik. Az új tanügyi rendszernek, törvénykezéseknek megfelelően a 300 tanulón aluli létszámmal működő iskolákat összekapcsolták, a mi iskolánkat és a Görgény-Szent Imrei Erdészeti Kollégiumhoz csatolták, tehát annak egy struktúrájaként működünk jelenleg 2014. szeptemberétől. Ebben a pillanatban több mint 220 tanulónk van, ez óvodásokkal együtt. Tehát tanuló körülbelül 150 jár ide az üvegcsüri iskolába, körülbelül 50 óvodásunk van, és a közeli tanyatelepülésen Lárkában van még 10 iskolás, illetve körülbelül 10 óvodás. Ezekkel együtt vagyunk 220-an. Mi a tanügyi rendszerünket illeti, hát nem sokban különbözik. Talán abban, hogy nálunk 6 éves korban előkészítő osztályba jönnek a gyerekek, 7 éves korban jönnek első osztályba, így az általános iskola 9 évből áll. A kötelező 10 osztály, most Magyarországon nem tudom pontosan, hogy ugyanúgy van, ami végül így nálunk 11 lesz az előkészítő osztállyal együtt. Egyébként hasonlóan működik ugye az osztályozás az, amiben nálunk 10-es a maximális jegy, míg Magyarországon az 5-ös. Különben sok különbség, tehát ilyen konkrét szervezésbeli adminisztratív különbség nem igazán van a két rendszer között. Néztük, hogy nagyon sok szép dolog van itt kiállítva, mert ugye helyi tereket készítettek, és beszélgetés során kiderült, hogy van itt olyan is, ami nyári táborban itt lévő magyarországi gyerekekkel készítettek együtt. Minden nyáron vannak ilyen közös táborok, illetve hogyan jönnek ezek létre? Testvértelepülési kapcsolatunk van a Sokoropátkai önkormányzattal, ennek keretén belül az ottani iskolával. Éppen itt látható az egyezmény, amelynek alapján működik ez a kapcsolat, és ennek egyik tényezője az, hogy minden nyáron csereüdülést szervezünk, ami azt jelenti, hogy egy hetet üdülnek itt a Sokoropátkai gyerekek, azt követően pedig egy hetet üdülnek az üvegcsüri gyerekek Sokoropátkán. És az elmúlt héten zajlott ez a csereüdülés, és ennek egyik programjaként korongozás is létrejött, tehát korongozást is szerveztünk, és annak eredményeként láthatóak ezek a gyerekek által készített munkák. Most még augusztus eleje van, de ugye már láttam, hogy nagy tanítás és munkálatok folynak. Szeptembertől itt is gondolom kezdődik a tanítás. Milyen terveik vannak az idén? Szeptember 12-én kezdünk mi, ugye ez is egy kis különbség a magyarországi iskola kezdési időpontjához viszonyítva. Hát terveink azok mindig vannak. Ugye az elsősorban a jobb eredmények megvalósítása az, ami központi helyet foglal el. A mi tanügyi rendszerünk olyan, hogy állandó változáson megy keresztül. Úgy a tartalmakat illetően, mint az értékelést, a vizsgák anyagát illetően, és ezért nekünk ezekhez mindig alkalmazkodni kell, gyerekekkel együtt, pedagógusokkal együtt. Éppen új tantervek születtek az idén. Van egy úgynevezett új generációnk, amely elérte az 5. osztályt, amely teljesen új program szerint készül, tanul. Ehhez minden évben alkalmazkodni kell, és próbálgatunk, tehát keresgélünk, állandó kutatásban vagyunk, olyan módszerek, olyan munkaeszközök, stílusok területén, amelyekkel esetleg jobb eredményeket érhetünk el. Ez a fő cél, és az, hogy az iskolát, magát a tanulási folyamatot
kedvezőbbé tegyük, élhetőbbé, könnyebbé, mert hogy köztudott, hogy a tantervek azok túlterheltek. Az iskola nem éppen a kedvenc időtöltésük közé tartozik a gyerekeknek, és megpróbáljuk olyanná tenni, hogy szívesen jöjjenek ide, érezzék jól magukat, és szívesen tanuljanak, szívesen készüljenek, és értelmét lássák annak, amit tenniük kell. Ön, mint iskola igazgató, biztosan jártas Görgényüvegcső település történetében is. Tudná-e pár szót magáról a településről mondani? A településünk viszonylag fiatal település, nemrég ünnepeltük a 250 fennállásának a 250. évfordulóját, és ez kapcsolódik a kialakulásához is, mivel ezen a területen közel negyed évszázaddal ezelőtt erdő volt. Ezt a területet erdő borította, amely a Görgény-Szent Imrei uradalommal együtt a királyi kincstár tulajdonába tartozott, és a Bornemisza családnak 99 évre ki volt adva. Gyakran vadászgattak errefelé külföldi barátaikkal, akik felhívták a figyelmét arra, hogy üveggyártáshoz szükséges alapanyagok találhatók ezen a vidéken, úgy mint kvarckő, az erdő adott volt, tehát hamuzsír lehetősége megvolt, és biztatták arra, hogy létesítsen üveggyárat. Az üveggyár először a 18. század második felében a közeli tanya településen, Lárgában épült fel. Ahogyan termelték ki az erdőt, ugye itt ezen a területen is kitermelték, akkor, hogy közelebb kelljen szállítani a faanyagot, ide telepítették az üveggyárat éppen a központban, ahol egészen az 1780-as évekig működött. Na most ezt nem egy modern üveggyárként kell elképzelni, hanem egy fából készült építmény volt, amelyben kohók voltak, amiben olvadt az üveg alapanyaga, ennél fogva elég gyakran leégett. Az 1780-as leégést követően már Bornemisza Leopold nem tartotta célszerűnek újjáépíteni, mivel a nyersanyag ezen a környéken elfogyott, Beszterce bányáról kellett hozatni, nem volt kifizetődő, és ezért az akkori éppen maradt felszerelés átköltöztették a Bihar megyei Fekete Erdőre, ahol ma is működik az üveggyár. A mestereket külföldről hozták, Ausztriából, Morvaországból, Csehországból, akiknek egy része letelepedett, itt maradt, a többiek viszont átköltöztek Fekete Erdőre. Nos, az itt maradt telepeseknek a leszármazottai vagyunk mi, ugye különböző nemzetiségűek voltak, a fuvarosok, akik a fát fuvarozták az üveggyárhoz, azok a közeli Kásva településről voltak, románok, és a Gyergyó vidékéről voltak a magyarok. Tehát azoknak a leszármazottai is itt maradtak, elmagyarosodtak, és így lettünk mi itt zömében magyarok, tehát körülbelül 75%-ban magyar lakta település Üvegcsőr, de a gyökereink azok ugye különböző. Nekem is van 100 gyökerem a felmenőink között. Úgy az üveggyártásnak azóta se lett itt nálunk folytatása. Ezt a kis múzeumot az egykori iskolaigazgató, aki maga ezt az épületet felavatta, László József igazgató úr, ő készítette a falu beliek adományaiból. Tehát ezek a tárgyak itt készültek az üvegcsüri üveggyárban, amelyet családok megőriztek, lehet látni, hogy névre szóló poharak is vannak, és azután a múzeumnak adományozták. A helyi intézmények közül egy kis ortodox fatemplom őriz még itt készült üvegtárgyakat, egy csillárt, amely az itten üveggyárban készült, és üvegből készült ikonokat, szentképeket, amelyik szintén az itten üvegcsüri üveggyárnak a termékei. Jó lenne egy kis
műhelyt létesíteni újra, mint turista látványosságot, hiszen a falunk nevét elég gyakran kell magyarázni, hogy honnan is ered. Terveink között szerepel, mint ahogyan szeretnénk a falu turizmusba is belekóstolni, mert úgy látjuk, hogy évről évre egyre többen érdeklődnek a vidékünk iránt, és tekintettel arra, hogy a munkahelyek elég korlátozottak, talán egy lehetőség lenne néhány családnak kibontakozni és belevágni ebbe a területbe. Így adódott az ötlet, hogy turista látványosságként működtetni egy kis üvegfúvó műhelyt, talán jó lenne, és hát ha a közeljövőben meg tudjuk valósítani. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Köszönjük szépen! Azt szeretném megköszönni kedvességet. Pici lementlás, egyébként ezt Róziét készítették, ők elmennek. Van benne szappan, az szintén a Rózi készített. Igen? Házilag, de ő majd szépen többet tudna sűnni, úgyhogy hát fogadj is, hogy szeretetet. Ők nagyon pici kis csempésség, csak a tisztelet szeretném. Mi még egyszer köszönjük a vendéglátást, mert a sok hasznosabb. Úgy adok egy nagy tisztet is hozzá. Köszönjük szépen, és akkor szépen tovább tudom most már, jó? Köszönjük. Thank you.
jobb kézen a lány, bal kézzel pedig megfogjuk a kezét, esetleg, hogyha van ilyen... Nincs ebben is. Kezed utána pedig hátra a lépéssel a lányt kifordítjuk. És a lány beszél a politikát, holnap. Megmutatom először. Külön a fél lépés utatom, tehát hátra lépésre jó, bal, jó, bal, bal, jó, bal, jó. Tehát ennyi lépés. Négy lépés utas, négy lépés utatom. Tehát a jobb kézzel kárt. Jó, bal, jó, bal, bal, jó, bal. Közösen elszakorítjuk a lányt. Majd visszafelelünk. Okay. Szerintem két év is megfogunk. Mert lassan. És fányok, mit csinálok, azt kérdezik. Örökölnyünk meg a lányt. Bal lábbal lépik. És egy. Tehát ez nagyon jó. Jó.
most kérjetek egyet, hogy legyen bácsát? Hogy? És hozzám is jöhet egy más személy. Tehát bácsaira. Fogjuk egyet, legyünk egyet köszönöm. Csodálatos táncbemutatót, és próbáltatok bennünket valamelyest megtanítani táncolni, több-kevesebb sikerre. Ugye most a Borgába próbálkoztunk, amiben ugye hétköznap is vagytok, de a fellépésekor ti is táncos ruhában szoktatok fölépni. Bemutatnátok nekünk ezeket a ruhákat, meg elmondanátok, hogy mit lehet róla tudni. Közíts. Tehát ez a ruha, ez a székely ruha. Egy mellényből áll, az ínyből persze, a szoknyából, ami nem hiányozhat, és a kötény. És ez volt a általában van egy alsó szoknya is. És a fiúkról? Itt van egy szövet fekete lájvin, egy fehér ing, a fehér ing, és a székely halisnya, ezek is veszem, mint van.
mint a... Ez nem még készült. Még nem. Nem. A régiek a régi cégek, vagyis nem azok igen, amit készültek. Ezek már más. Többet vigyek. Ezek például nem szúrnak, mikor tárazolunk, de a régi, amit készítették, vagy pedig nagyon gyapjú dolgot, az szúrta. És ezeket mindig úgy készítetitek, vagy van olyan, hogy esetleg a családban hagyományokból öröklődik tovább, és akár a nagymamának, a nagyapának a ruháját használjátok táncolni? Van ilyen is, persze. Hát igen, én is öröklődtem, nekem is volt, most nőttem ki, nem rég egy fricsás nadrágot, és mezőségéhez egy népviselet. Azt például nekem Létatán, tovább öröklődtem, nőttem belé. Családban sokan mit táncolni? Nem igazán, nem kocsában. Mikor fiatalok voltak, akkor még táncoltak. És honnan jöttek a szemetek? Hát ez a régi. Nagyon régi, még kicsi voltunk. Első is korunktól. Tanítani, magához, hogy megtanított minket táncolni. Kinek? Ő tanított minket az elején, amikor első osztályos volt. És hányében mit táncolt? Hát most ebben a tanácsokodban így. És amikor kezdtétek? Hát azt első osztálytól vagy sőt. Azt látok, hogy nem most kezdtétek. Mi mondjuk igen, de nagyon ügyesek voltatok. Hát én valami 10 év kb. Főben én is. 10-15. Az egy ilyen örök szerelem? Nincs. Köszönjük akkor, hogy megmutattátok a nyomákat, és akkor szerintem akkor menjünk át, és akkor majd a kopítást.